kötelességünk megmutatni a nézőinknek, szurkolóinknak, szponzorainknak és saját magunknak is, hogy sokkal többre vagyunk annál képesek, mint azt a helyezésünk a tabellán mutatja. Számunkra nem volt feltétlenül meglepetés, vártuk magunktól ezt a győzelmet. Régóta vártuk, hogy egy mérkőzést meg tudjunk nyerni, akár hazai pályán, akár idegenbe. Úgy gondolom, hogy egy fontos lökést adhat a csapatnak a hátra levő két mérkőzésre, és reményeink szerint elhiszik a játékosok, hogy képesek akár egy jó eredményre is a Vác ellen. Igen, nagyon jó érzés volt, már nagyon várta a csapat, hogy végre sikerüljön. Mindenkinek egy pozitív löket volt, így talán még nagyobb lett a hitünk. Mindig kellett egy kicsi, és eddig valahogy pont nem tudtunk átlépni azon a ponton, amivel meg lett volna a győzelem, és nagyon örülünk, hogy végre sikerült. Kiválóan felkészített csapat, nagyszerű játékosokkal, ennek ellenére bízunk egy szoros mérkőzésbe. Kötelességünk megmutatni a nézőinknek, szurkolóinknak, szponzorainknak és saját magunknak is, hogy sokkal többre vagyunk annál képesek, mint azt a helyezésünk a tabellán mutatja. Erős ellenfél mindenképpen a Vác. Több nagyon jó kaliberű játékos, akinek rengeteg erősségük van. Jól kell játszanunk, mindenképpen a legjobbunkat kell hozni ahhoz, hogy legyen esélyünk ellenük. Minél több embert szeretnénk kihívni, hogy szurkoljanak nekünk, és biztosnak minket, hogy elérhessük a célunkat. Nyilván a kollégáimmal számogatunk, figyeljük a többi eredményt is, de a játékosokkal a kezdetén megbeszéltük, hogy az utolsó mérkőzés után vonjuk le a mérleget, addig minden mérkőzésre és minden edzésre maximális erőbedobással készülünk.